kerékpáros fogadóóra. Megvalósult és tervezett fejlesztésekről egyeztettek. Jelentősen drágultak. 15%-kal magasabbak az albérletárak. Feltöltött árukészletek. Érdemes időben elkezdeni az írószerek beszerzését. Ez az a Lágerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Gyuk Alexandra vagyok. 2023. augusztus 2-a, szerda van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Lövések dördültek szerda délelőtt Zalaegerszeg belvárosában. A Zala vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt közölte, hogy több bejelentés is érkezett a rendőrség tevékenységirányító központjába ma délelőtt 10 óra 35 perc körül az esettel kapcsolatban. A rendőrök azonnal a Széchenyi téri helyszínre érkeztek, ahol a lövöldöző férfit elfogták, a nála lévő gázriasztó fegyvert pedig lefoglalták. Sznopek Veronika hozzátette, az esemény során senki nem sérült meg. A nyomozók garázdaság vétségének gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak a 46 éves helyi lakos ellen. Puszta Apáti volt az utolsó állomása a Víg László kerékpáros fogadóórájának. Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője ezúttal a Lentihez közeli kisfaluba látogatott, ahol a már megvalósult és tervezett fejlesztésekről egyeztetett a polgármesterrel. A kétkerekű túra 5 évvel ezelőtt indult. Víg László választókörzete mind a 76 településére ellátogatott. Több mint 400 kilométert tett meg kerékpárján. Gyakorta hívnak bennünket különböző rendezvényekre, falunapokra, avatókra és minden másra, és ilyenkor nem tudunk úgy beszélgetni a polgármester asszonnyal, úrral, mert el van foglalva, és akkor döntöttem azt, hogy mi lenne akkor, ha kerékpárról meglátogatnám a településeket, a település táblánál fogadna a polgármester asszony, és megmutatná kerékpárról a falut, tulajdonképpen ez is fogadóra lenne. Ilyenkor nem kellene foglalkozni más vendégekkel, hanem át tudnánk beszélni, hogy a település meddig ért el, milyen fejlesztései voltak, illetve, hogy mit szeretnének a közeljövőben építeni, felújítani, mit szeretnének megoldani. A mindössze 26 főt számláló Puszta Apáti legutóbbi fejlesztése a polgármesteri hivatal épületének megújítása volt. Ezt saját forrásaiból valósította meg a falu. Következő tervük egy falubusz beszerzéséhez pályázati támogatásban bíznak. A közösségi közlekedés is csökkenőben van, tehát egy kimenő és egy bemenő buszjárattal rendelkezünk, ami csak lenti irányában van, és hát így nehézkes az orvoshoz jutás, illetve hát az időskorúakat, tehát most már nem is tudnak a mozgásukban akadályozottak, és ezért is szeretnénk, ha pályázati kiírás lesz, akkor ezzel a lehetőséggel élni. Ugyancsak időszerű Puszta Apátiban a buszforduló átépítése, a Magyar Falu program keretében nyújtottak be pályázatot erre. Az országgyűlési képviselők kerékpáros fogadóórái jövőre folytatódnak. Jelentősen drágultak az albérletek, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követően elegendő kollégiumi hely hiány, sokaknak meg kell oldaniuk a lakhatást. Az ingatlan piac kínálata a Zalaegerszegen az országos átlaghoz hasonló, az árak viszont a fővároshoz és több vármegyeszékhelyhez képest olcsóbbak. Ezek a felvételek július 26-án készültek a ponthúzó partin, ahol kiderült, kinek teljesültek az álmai. Akadt, aki minden szempontból örülhetett, mert sportolóként már korábban sikerült megfelelő albérletet találnia. Nekünk nagyon fontos volt a helyszín kiválasztása a sportolás miatt, ezért próbáltunk olyan helyeken keresni lakásokat, ami közel van atlétika pályához, és mi ezt már július elején elkezdtük csinálni a ponthúzás előtt, mivel csak Budapestre jelöltem szakot, egyetemet, ezért nem volt kérdés a város, hogy hova megyek. Már júliusban megtaláltuk azt a helyet, amit ahol fogok lakni, és lefoglaltuk. Azok, akik Zalaegerszegen folytatják tanulmányaikat, a bőséges kollégiumi kínálat mellett kiadó lakások, szobák közül is válogathatnak. A szakember szerint az albérletárak átlagosan 10-15%-kal magasabbak az előző évihez képest. Az árban a városrész kevésbé, míg a lakás felszereltsége erősen meghatározó.
a bútorozott vagy az üres lakások tekintetében van az árban eltérés. A bútorozott lakások, a jó bútorozott, jó felszerelt lakások, azok a picit magasabb áron lehet kiadni, ugye azok lehetnek a 130-150 ezer forint. Nyilván egy belvárosi, frekventált helyen levő lakások, azok még drágábbak is lehetnek, akár 200 ezer forintot is elérhetik. Most az átlagos lakásárakról beszélünk, ami egy kétszobás, landorhegyi, kertvárosi ingatlanok, ezek a 110-130 ezeres kategóriák. A lakások kiadása jellemzően a tulajdonos és a bérlők között zajlik, ingatlanirodák segítségét ritkán kérik. A későbbi vitás helyzetek elkerülése végett azonban érdemes szakember tanácsát és segítségét kérni. A megfelelő szerződés megkötése mellett általános a minimum két havi kaúció és az egy havi bérleti díj kifizetése előre. Feltöltött árukészlettel várják a zalaegerszegi írószerboltok az iskolakezdést. A kereskedők figyelmeztetnek, érdemes időben felkészülni, mivel a minőségi termékek most még korrektáron kaphatók. Hosszú bevásárló listával érkezett a Bubics család ebbe a megyeszékhelyi kereskedésbe. Szeptembertől három gyerekül iskolapadba, így minden lehetőséget megragadnak a pénztárca kímélő tanévkezdéshez. A kisfiú most lesz elsős, van egy ötödikes, van egy, aki most lesz negyedikes, ő most vendégségben van éppen, úgyhogy most már három iskolással kell, nem egyszerű a logisztika. Az sok segítséget jelent, hogy a férjem munkahelyétől kapunk ilyen ajándékutalványt, nem kifejezetten iskolakezdésre, de azért jöttünk ebbe a boltba, mert itt fel tudjuk használni, és azért nem kis költség, úgyhogy igyekszem mindenhol a lehető legolcsóbbat, ami még minőségben megfelel, mert azért három iskolás mellett ez már komoly kiadást jelent. A húgomnak itt vettünk egy iskolatáskát, és az is nagyon megtetszett, és akkor hát nekem nem itt, de vettünk egy másikat, azért megküzdettem, úgymond, mert vannak problémáim a gyorsaság lassúsággal, de az is sikerült, és itt vettünk egy nagyon szép tollat tavaly, ami még mindig megvan, és nagyon tetszik. Egy felső tagozatosnak iskolától függően általában 16 füzetre van szüksége. A kötelező eszközök között 40 darab rajzlap, filc, vízfesték és színes ceruza készlet is szerepel. Sokaknak cserélniük kell az íróeszközöket, ám a legfontosabb a megfelelő iskolatáska kiválasztása. A kicsiknél, tehát az első osztályosoknál, meg az alsósoknál javasolt, hogy a gerincvédelemre mindenki figyeljünk oda, a párnázott hát jobb, hogyha megáll az a táska, nem burul el a gyermeknek, tehát mindenképp ilyen szempontokat vegyünk figyelembe, illetve hogy mennyit tudunk belapakolni. Tehát van, ahol azt kérik, hogy két táska kell egy, amit hétfőn bevisznek, pénteken hazahozzák, és hétközben egy kisebb, amivel pakolnak. Illetve van olyan, ahol egy nagy táska kell, úgy kell nagy táska, hogy minden napra kell nekik pakolni, és vinni kell minden nap azt a cuccot. A szülőknek a táska vásárlása nélkül egy elsős indulásához 30-50 ezer forint közötti összeggel kell számolniuk. A kereskedő arra int, hogy a bevásárlást érdemes korábban elkezdeni. Ennek legfőbb oka, hogy a népszerűbb márkákból és a minőségi termékből ilyenkor még nincs hiány. A darázs, méh és kullancscsípés veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek. Az allergiás reakció és a szövődmények elkerülése érdekében ajánlott időben egyeztetni a házi orvossal és szakorvosi véleményt kérni. A kockázat magas, ugyanis az érintettek akár életveszélyes állapotba is kerülhetnek. Rendszeresen keresik darázscsípések miatt Bába Marianna házi orvost. Mint mondta, továbbra is sokan alkalmazzák a kálciumos kezelést, pedig annak semmilyen jótékony hatása nincs ilyenkor. A doktornő rámutatott, az allergiás reakciót csak az arra kifejlesztett injekcióval lehet csillapítani. Könnyebbséget jelentett, hogyha valakinek már volt valaha 10 cm-nél nagyobb reakcióval járó csípése, az ezt követően házi orvosnál allergológiai beutalóval igénybe veheti a konkrét diagnózist. Vértesztből, labortesztből kimutatható egy speciális ellenanyag szintméréssel a konkrét allergia, és akkor nagyon korszerű, könnyen kezelhető úgynevezett autoinjektort, injekciót írhat föl neki házi orvos, amelyet aztán egész nyáron vagy szezonban magánál hordva megelőzhető az életveszélyes állapot. A kullancsokra is kiemelt figyelmet kell fordítani, ugyanis az enyhe tavasz miatt a szokásosnál többel találkozhatunk. A környékünkön minden 20. terjeszti a Lyme-kort, illetve az agyvelő és agyhártya gyulladást.
ha néhány héten belül akár a csípés helyén megjelenve, akár máshol a törzsön végtagokon 5 cm-nél nagyobb átmérőjű vörös folt, kokárdaszerű jellegzetes vörös folt jelenik meg, az Lyme-kóra után feltétlen orvoshoz fordulni szükséges. A kullancs által terjesztett agyvelő agyhártya gyulladásra rendelkezik védőoltás, Magyarországon 2 forgalomban lévő készítmény is kapható, így időben elkezdhető az oltási sorozat, 3 oltás beadását követően kb. 2 héttel alakul ki a teljes védettség. A szakemberek a strandra járó allergiásokat óvatosságra intik, javasolják, hogy folyadékot csak átlátszó pohárból vagy dobozból fogyasszanak. Így elkerülhető, hogy az édes italokba belerepülő darázs vagy méh szájon keresztül a szervezetbe kerüljön és bajt okozzon. Királyi koronát és ékszereket készítenek, ruhákat terveznek, és a korabeli bálok hangulatát is átélhetik azok a gyerekek, akik részt vesznek a zalaegerszegi Mincentinum eheti nyári táborában. Az elfoglaltságot az intézmény legújabb időszaki kiállítása ihlette, amely Erzsébet királynét és munkásságát mutatja be. Ez egy olyan társasjáték, amely az Egérutat címet viseli, és a Gödöllői királyi kastélyt mutatja be. Gyorsan a gyerekek egyik kedvencévé vált ez a társasjáték. A Gödöllői kastélyba a kisegér, pontos nevén Herceg Egérvári Elemér rejtett útjain keresztül juthatnak be a játékosok. Közben természetesen számos információt szerezhetnek Sisiről és az ő életéről. Játékosan, hogy közben csináltunk is valamit, de közben el is mesélte a múzeumpedagógus, hogy hogyan él, meg föl is jöttünk már ide a kiállításba, és egy sajtszetli nevezetűt kitöltöttünk, és arra is sok mindent megtudtunk, Egérvári Elemér naplójának segítségével. A játékos tanulás mellett jól megférnek az ügyességi feladatok és a kézműveskedés. Alkotásaikat meg is tarthatják a résztvevők. Nekem azt teszik, hogy nagyon sokat tanultunk Sisiről, meg azt is, hogy koronát csináltunk, legyezőt. A tábor a Sisitől az Erzsébet mítoszig című tárlatra épül, ami június elején nyílt a zalaegerszegi Mincentineumban. Nekem is úgy él Erzsébet királyné, illetve Sisi az emlékezetembe, hogy egy gyönyörű nő volt, nagyon sok mindent csinált, nagyon sportos volt, egészséges életmódot folytatott, és ő nagyon szerette a magyarokat. És úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy vannak olyan zalaegerszegi családok, ahol szintén vannak olyan kislányok, akiket ez a téma megszólít, de annak még jobban örültünk, amikor jelentkeztek, hogy nem csak kislányok, hanem fiúcskák is vannak itt nálunk. A táborozók a kiállítás minden részletét megismerhetik. A programok között teázás is szerepel, megkóstolhatják Erzsébet királyné kedvenc italát, az ibolya teát. Megkezdte felkészülését a következő szezonra az Alakerámia ZTKK férfi kosárlabda csapata. Az új edző, a cseh Lubomír Ruzsicska azonban már a múlt héten is tartott foglalkozásokat az utánpótláskorú játékosoknak. Az első hivatalos edzésen egyelőre még nem volt teljes a létszám. A keret magyar magja munkába állt, kivéve a két fiatalt, Csátaljai Pétert és Csuti Kornélt. Ők abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy a felnőtt a kerettel készülhetnek ezen a héten is. A külföldi játékosok közül eddig csak az amerikai Delano Spencer érkezett meg. Ő már bekapcsolódott a munkába és ismerkedik az Ete családdal. Még Danilo Ostojic szerdán érkezik. A többiek augusztus 15-ig folyamatosan jönnek Zalaegerszegre. A csapat felkészülési programja már kialakult. Ebben lesz külföldi és hazai felkészülési torna, illetve edzőmérkőzések is. Történelmi mérkőzésre készül a ZTFC, csütörtökön 18 óra 45 perctől az Eszék együttesét fogadják az ETA arénában. Az ETFC főpróbája nem sikerült jól, hiszen az NB1 első fordulójában hazai pályán 2-0-ra kikaptak a Kisvárdától. Bojer Gábor együttese hétfőtől már csak az NK Osziek elleni visszavágóra koncentrál, hiszen bár hátrányból kezdik a mérkőzést, a végsőkig nyíltá szeretnék tenni az összecsapást, amiben látványosan javulnia kell az
tetének az a gólszerzés. Eszéken és a Kisvárda ellen is megvoltak a helyzetek, de a kapu előtt nem voltak elég határozottak a kékfehér csapat játékosai. A csütörtöki találkozóra jól fogynak a belépőjegyek. A horvát szurkolóknak fenntartott belépőket keddig értékesítették is. Az ETL szurkolói arra buzdítanak város szerte kifeszített drapériával, hogy minél többen jöjjenek és szurkoljanak a helyszínen a csapat továbbjutásáért. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Kerékpáros fogadóóra. Megvalósult és tervezett fejlesztésekről egyeztettek. Jelentősen drágultak. 15%-kal magasabbak az albérletárak. Feltöltött árukészletek. Érdemes időben elkezdeni az írószerek beszerzését. Ez volt az Alaegerszegi Televízió híradója 2023. augusztus 2-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu-n tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait pedig a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!